Krisztián. Sajnos. Hanem... Krisztián, nem azt mondtam, hogy lőjél meg, hanem gyere ide, Sammy Melibé. Gyere ide, gyere ide. Beállunk az esőt el alól. Ez itt az utolsó lehetőséget, hogy elmondd, hogy mi a titkod. Az én titkom az az. Jó van, Máté, tudod mit? Adok egy kis... De mondd, majd folytasd csak a mondatodat, amit elkezdtél. Adok egy kis ízelítőt a titkomból, jó? Jó. Milyen ízelítőt is adjak a titkomból? Nem is tudom. Én tudom, mondjuk az egészet! Mondjad, vagy kitollak, ott jön a Creeper. Okay. Na, kitollak. Ott jön a Creeper. Kitollak Adok egy ízelítőt a titkomból. Igen? Lehet? Na mondjad. Ennek a dolognak köze van a titkomhoz. Na? Ennek a dolognak, amit most oda fogok neked adni, köze van a titkomhoz. Hú, vajon jöhet? Mi lehet az? Dark Oak? Te a sötélt tölgyben? Valamit elrejtettél? Máté. Mit művel? Ki kell találnod, hogy mi lett a titkom. Vagyis nem kell kitalálnod, ki lehet találni. Ki kell találnod, sose találhatod ki, te büdös csicska, vagy kis micska. Adtam neked egy kis... ízelítőt. Igen, adtam neked kis ízelítőt. Na, visszaadom, mert nekem ez nem kell. Hú, akkor ki fogom találni. Nehogy azt itt hagyj, nem. Nem fogod kitalálni, nem fogod. Sose találod. De mindig elp***a az intrót amúgy. Na, hello, srácok, ez itt a Minecraft sorozat következő része, azaz a 25. Aszta! Krisztián, ha még egyszer ennyi rész lesz, akkor már 50 lesz! Áááá! Jaj, de már ilyen rég nem aludtunk! Jaj. Nem hihetem el! Ujjjjj! Eldobtam a izémet! Kapjam vissza! No! És lelök ki előlem az a barom állat! Te megőrültél, Máté? Nyugi! Elbánok velük! De miért nem... Jaj, mellé lőttem. Nem működik a sziganyom, és meg fog halni. Ezt a pancsert, hát nem igaz már, nem bírsz elbánni ezekkel. Nyugi, Máté. No. Aj, ez a szigany, aj. Máté, túl gyenge vagy. Megkalak! Menj be egy fedett helyre, Máté. Máté, menj be egy fedett helyre, majd én megvédelek. Én már harcedzett, tapasztalt harcos vagyok. Vigyázz mögötted! Jaj! Mellé lőttem, ezt nem hiszem el. A Máté megzavart a bénaságával. Szép volt, Máté! Wow! Tripla kill! Wow! Baszta! Baby! Jó, ügyes voltál, nagyon ügyes voltál, Máté. Ezért megérdemelsz. Két darab Phantom membránt. Köszönöm szépen. Csúcs, srácok, láttátok ezt a tripla killt? Hát remélem, és mondom. Máté, ez volt az első tripla killed. Az 1.19-es frissítésben. Tényleg, srácok, kijött az 1.19-es frissítés, és mielőtt megtámadnak még egyszer a fantomok, aludjunk. Igen, srácok, kijött az 1.19-es frissítés, és nagyon sok és jó újdonságok vannak benne. Krisztián, aludjál, légy szíves, mielőtt tarkon váglak egy lapáttal. Nagyon jó dolgok vannak ebben a frissítésben, srácok. Van például egy új biom, a Mangrove Forest, ami egy ilyen mocsár, vagy Mangrove Swamp. Hát a swamp, és van benne mangrove fa. Igen, és két új biom is van egyébként, Máté. Igen, de micsoda? Hát van egy föld feletti biom, a mangrove, és van... Mi a szar? Mit érd be? Mi volt ez? És van egy föld alatti biom is. A dark... A deep dark... A dark... Ez nagyon dramatikus volt. A deep dark, ahol van a hatalmas és nagyon erős és hiper-szuper durva, és majdnem olyan erős, mint én, Warden. A igen. Warden. Aha, és ez egy új ilyen boss-szerűség, ami olyan igen. erős. Srácok, a Warden az egy új mob, azt hiszem több mint kétszer annyi élete van, mint az Ender sárkánynak, szóval
hát nagyon-nagyon erős, szerintem megölhetetlen, és együttéssel megöl még a legerősebb armorban is. Nagyon-nagyon erős. Hát szerencsére ezt nem kell legyőznünk, hanem óvakodnunk kell tőle, hogyha hangot adunk ki a közelében, akkor nagyon durván elkapt, és megsemmisít. Igen, mert az nem lát vak, és csak a hang alapján. És hogyha így mész, és így beszélsz, halkan, akkor nem beszélsz rá. Igen, igen, mert a te hangodat biztos nagyon hallani fogja. Oké, és van rengeteg új item is a játékban, meg blokkok, mint például a Mad Block, amit most meg is fogok csinálni. Nem tudom, hogy miből kell kraftolni. Krisztián, szerintem miből kell kraftolni? A Mad Blockot? Hát te mondtad el nekem most az előbb. Földből, meg ilyen vizes, löttyenetes palackból. Ja, igaz. Na szóval. És rá kell löttyenteni a vizet. Föld, kell föld, és vizes palack. És azt hiszem, hogyha lerakom ezt a földet, és rányomom vizes palackot, akkor Mad Block lesz belőle. Ezt nem mondod komolyan, Mad Igen. Block lett belőle. Igen. Azt ne lobd már el! Ez nagyon király. Mutme. És vajon a Mad Blockból lehet craftolni valamit? Igen, pont azt akarom csinálni, csak elloptad a Mad Blockomat, és most újra kell csinálnom. Itt a Mad Block, és ebből elvileg lehet craftolni ilyen újfajta bricket, amit nem is tudom, hogy azt kell. Azt tudod mi? Mi? Azt a búzából kell. Búza meg sár. És vályog. Vályogot lehet csinálni. Igen. Igen. Jaj, ne már. Akkor az olyan drága. Azt hittem, hogy 4 madot kell összekraftolni. Egy mad, meg egy búza. Vályog lesz belőle. Juhú! Hát de hogy azt? Azt hogy? Hát nem láttam még vályogot, pancsér. Ez nem látott még vályogot, srácok. Mi az a vályog? Nem tudja, mi az a vályog. Azt tudom, hogy a vályogház az van. Hát és akkor szerinted a vályogház az mi? Van téglaház? Az ugye miből van? Pegged mud. Szóval nem vályog, hanem pegged mud. Ez a pegged mud, ez valami újfajta blokk. Amúgy ezt meg én sem láttam, srácok, úgyhogy... jó néz ki. Jó néz ki. Aha. Hát ez egy ilyen kicsit ilyen keményebb sár. Azt hiszem, ez így ki van száradva a sár, és azt hiszem az ilyen. Igen, és ebből, hogyha a 4-et összekraftoljuk, akkor lehet mad brickeket szerezni, ami viszont már nagyon jól néz ki, és ezt a házba fogjuk is használni szerintem. Krisz, gyere nézd! Keresek lávát, mert akarok. Szerintem lávát ebből legyen a padló, mit szólsz? Szerintem abból legyen a padló? Hát nem tudom. Ott a padló, ott felül, ami ki van maradva hely. Várja, megnézem. Szerintem nagyon jó lesz, ha abból lesz a padló, lehet. Muti! Na? Te. Cík! Hát... Szerintem... megfelelő. Hát, ja, de mondjuk, amúgy Máté. Most, hogy nézem, inkább lehet, hogy falnak Máté. Illene. Máté, 360 firework, megnézed? Jaj, hogy kell lőni? Várj. A földre. Wow, 360 hát no-scope firework. Jó volt? Ja. Nagyon jó volt. Szerintem is. Srácok, pontozzátok a 360 no-scope firework-ömet a kommentekben. Pontoztátok már? Máté, pontozták ma srácok a 360 nem no-scope firework? Nem pontozták, mert szár volt. Na? Hát... megy. Szerintem jól néz ki. Azt ebből kell, hogy mondjam, hogy elmegy. Igen, és ebből azt hiszem lehet csinálni a Stone Cutterrel még több dolgot, ilyen rendes, ilyen brickes dolgokat. Mad Brick Wall, Mad Brick Stairs, meg Mad Brick Slab, ezeket lehet belőle csinálni. Ja, szóval ez egy új blokk, és nagyon király, szerintem jól néz ki, úgyhogy megtartjuk. Illetve, srácok, ugye van ez az új biom, ez a Mangrove Forest. Sajnos abban a Deep Darkban még nem tudunk elmenni, mert oda nagyon erősnek kell lennie. Biztos emlékeztek, amikor voltunk a Bastionben. Na hát azt meg kell szorozni egy olyan 10-zel, és kb. Olyan durva az a Deep Dark, úgyhogy hát oda még mi nem vagyunk valóak, főleg a Krisztiánnal. Ez mi az, amit lövöldözött tűzijátékot? Te lövöldözött tűzijátékot? Nem lövöldöztem semmit tűzijátékot. Lövöldözött tűzijátékot, abban szőrült. Szóval megpróbálunk találni egy olyan mangrove macsarat. Nem tudom, hogy sikerülnie fog-e, de hát megpróbáljuk.
Máté, mutatok valamit én is a srácoknak, jó? Na, matas. Várjál, nagyon éhes vagyok, megállok ennél. Várjál, csak lerakom a cuccaim, mert... Rakd is le a cucca itt a büdöske. Igen, és van itt még kaja ebben a... Ezért itt van 47 cooked god, hát abból nem viszem el az összeset. Ennyi szerintem bőven elég. Igen, és én veszek... aranyrépát, hogy legyen olyanom is, hogyha esetleg valaki nagyon meg akar minket támadni. 17 kukat szalmon. Na én a szalmon elviszem, nem baj? Máté, gyere csak, mutatok valamit a srácoknak, gyere. Vettem 15 golden carrotot is, hogy az is legyen. Már is megyek, csak még egy pillanatot kérek. Na gyere csak. Megyek is. A méhecskéket is amúgy nem kéne használnunk. Jössz. Nem kéne használnunk a méhecskéket? Nem. De megváltozott itt ez a hely, most nézem. Gyere már. De fura, hogy itt a kerítéssel, itt ilyen tök más. Krisz! El ne tévedj. Karatesév. Most jutott eszembe, most meghalt a Görgi is így. Megcsináljuk a karatesévet. Szia repülő fenyőfa, gyere már utánam. Jó van, meg. Nézd csak. Na? Hé, hey, mi a szar ez? Mi a szar ez? Nagyon remélem, hogy nincs nálad mind a 20 chest. Milyen mind a 20 chest? Én most csináltam chestet, barom. Jó, hogy na akkor megmutatom, hogy kell ezt igazából valójában megcsinálni, jó? Na, nézd csak! Juhú! Ez az! Be lehet olyan hajót, hogy benne van a... Izé, jaj! Van nálam ágy? Van. Jó van, mehetünk. Hát benne van a ládalt csónakba. Juhú! Ja. Igen, de én erre még nem vagyok felkészülve, hülye gyerek. Let's go! Én igen, akkor jó, én hát mehetünk. Akkor menjél, szevasz, viszlát. De na. Te is gyere, te barom. Nem megyek, mert vissza kell mennem az izéhez. De amúgy használjuk már kikötőt, te. De miért kell visszamenned az izéhez? Mert nincs nálam ágy, meg még cuccok, meg ilyenek. Ja, de hogyha nálam nem lenne, akkor én mekkora szar lennék, hogy nincs nálad ágy, te hülye barom. Mi hogy volt ez? Úgy? Mi ez a hang? Itt vannak ilyen zsip, zsip. Ja, a agyadba a lukak. Nem, tudom. A gömbhal. Ó, Krisztián, nagyon el kell már egy bányászás majd. Hát nagyon elkém, mondtam az előző részben is, te. Bamba fejű. Azért most már így körülnézel azt a nagy ilyen kemence meg láda tömeget onnan le kéne bontani, és akkor tök jó néz, tök hangulatos. Ja, akkor nagyon ilyen, már ilyen tök ilyen kis lakásos, hangulatos. Nagyon jól néz ki az a ház, ugye, ja, Krisz? Na aludjunk. Na hozom az ágyat, aztán szerintem mehetünk, mert igazából van nálam minden. Ja, ármort kell csinálnom, és aztán indulhatunk is. Hol az ágyam? Mi ez? Csalás! Ellopták az ágyamat! Nincs ágyam. Ezt nem szanál. Ez olyan bén ez a Máté. Akkor vágd ki az innen a ágyat, azt majd visszahozod. Gyere már, menjünk már, induljunk! Nincs ágyam, jogi! Induljunk a nagy kalandra, Máté! Igen, és mi is a nagy kaland? Elindulunk a nagy kalandra, és keresünk a mangrove fát, hogy építhessünk a házban mangrove fából. Jó, de jó lesz! Juhú! Azt a de jó! Na, gyere, Máté! Na mindegy, akkor elviszem indulás, az ágyadat, jól van. Indulás, menjünk, induljunk a nagy kalandra, és hódítsuk meg a nagy világot. Itt jövünk. Fogd már be a szádat, te szürke ágy van nálad? Igen. Ja, akkor te loptad el az ágyamat. Ki loptál az ágyadat, bunkó. Mert nálad sincs sose ágy, nálam meg mindig van, és nálam volt a szürke ágy, te csalóbüdös. Szóval, srácok, elindulunk, és keresünk mangrove forestet. Juhu! Karambolozok a hülye csónakoddal, hol vagy? Hát nem az a hülye csónakom. Bum! Húzd már innen! Máté, én vezetek, gyere! Seperc nem alatt. Arra! Gyere utána! Seperc alatt mangrovét találom. Gyere utána! Ha utánam jössz. Ja, jó, akkor ha nem akarsz seperc alatt mangrovét. Jó, mondjuk arra még nem mentünk el, az igaz. Okos vagy. Arra még nem mentünk el soha, és talán ott ugye új dolgok fognak generálódni, szóval találhatunk mangrove forestet, mert oda szerintem maximum errefelé, maximum itt voltunk ezen a szigeten, nem? Hát én egyszer elmentem, körülnéztem. De te hol így vagy? Miért kell olyan nagyon elmenned? Gyere már, te barom! Há, de hova mész? Nem ott vagyok! Kövessél! Nem arra vagyok, itt vagyok. De köves, arra már elmentem sziget. Egyszer videón kívül, okoska. Azt mondom, hogy ha nem tudsz semmit, akkor ne magyarázzál. De miért kell tönkretenni? Te miért kell tönkretenni? Ja, de amúgy miért nem hoztunk a chestbe semmit? Erre még azt hazafele viszünk a chestbe, te barom. Ja, na menjünk. Mi hoztunk volna a chestbe, hogy ne férjen bele semmi hazafele. Aj, Máté. Hát egy kicsit használd meg a kis agyacskádat, tudod? Tudom, hogy nem sok. Erre a szavanna van, te nagy okos. Hol van erre szavanna? Az arra van. Nézd már, mi van itt! Nincs nálam lapát! Ezt nem hiszem el. És még lapátot se hoz magával. Aj, Máté. Megpróbáltok azok itt. Ott van! Légy szilény van egy encsántos. Hát egy emerald volt, az egész jó. Na, gyere már, bamba.
Jó, jövök, nyugi. Ez valami borzasztó az a Máté. Nem, srácok? Írjátok le kommentbe. Szerintetek is borzasztó a Máté? Ha szerintetek borzasztó a Máté, akkor írjátok le kommentbe. Szerintem borzasztó a Máté. De hogyha szerintetek nem borzasztó a Máté, akkor írjátok le, hogy hülye vagyok. Ja, írjátok le azt, hogy hülye a Krisztián. Na, szóval, és akkor ez már elvileg új generációnak kell legyen, ugye, Krisz? Hát, talán. Nem, de még biztos, nem hogy nem. Mert a Krisztián az itt kalandozgatott ide-oda-amoda a videón kívül, és nem is szólt nekem, úgyhogy átok rá, te kis punch air. Na, Krisztián, nagyon sok olyan rész van, amiben csónakkal megyünk. Ez hát, ja, elég baj, ez? És a srácok azok annyira utálják a csónakozást, hogy nagyon. Miért? Hát, mert mindig azokat keves. Amikor vízen vagyunk, azt kevesen nézik azt a videót. Srácok, nem nagyon szeretitek a Minecraftba a vizet ti semmi, mert olyan kellemetlen érzést okoz, hogy így a vízbe kell menni, nem? Hopsz! Szárazföld! Máté, 10-re találunk mangrove erdőt, mert... Uh-huh. Okés. Egy... Kettő... Jaj, nem, most az örökké valóságot fog számolni. Három... A few moments later... Hat... Júj, már 6-nál tartunk, akkor nem sokára találunk mangrove erdőt. Na? Júj! Mi az? Birch Forest. Azt tudom, hogy a dzsungelhez közel terem. A sima swamphoz, meg a dzsungelhez közel terem ilyen mangrove. Mert amúgy váljunk két felé, és akkor könnyebben, már a koordinátát úgyis el tudjuk mondani, és ott találunk egymáshoz, nem? Szerintem ne. Szerintem de. Na. Ne, köves. Ezt fejezd már be! Sötét erdő. Az mi az? Ez valami új fa? Ja, nem, az csak az a el a francba. Ki... Az micsoda? Aj, ruin. Igen, viszont itt van az a el a fa, az azt jelenti, hogy ugye lent alattunk nagy azaela. Barlang van. Úgyhogy az nagyon jó lesz. Igen, itt a spruce erdő. Spruce erdő? Igen. Azt tudod, mit jelent? Akkor tudsz szedni sprucét, és nem kell megölnünk a repülőfenyőfát. Yeah, baby. Ja, bár amúgy már spruceból van a padló, de ne zavárjon. Na. És hogy? Mert találtam sprucét. Na. Találtam sprucét? Igen. Hát de ügyes vagy. Ja, de akkor nem is kell kiszednem, ha hülye vagy. Ez megőrült. Miért? Most itt rábeszél, hogy itt szedjem ki a sprucét. Ez megőrült, ez megőrült. Te örültél meg? Na. Mi az? Azt a rohadt! Mit találtam? Hát nem mangrove forestet. Hát nem mangrove forestet, de attól még durva. Akkor yeah, mi? Bébe! Jaj, falu! Jaj, falu! Yeah, és bébe, itt lehet macska! Mit találtam, bébe! És van nálam horgászbot? Azt, amit találtam, bébe! Van nem horgászbot, lehet benne macska. Az bébeton, találtam bébe. Na mit? Elmondjam, vagy megmutassam. Mondjam, vagy mutassam. Elmondjam, vagy majd megmutassam. Hallod, Krisz? Ha, elmondjam, vagy megmutassam. Mutasd meg, hallod? Nézd, ha belerakok egy emeraldot ebbe, és ezt szétítem, aha, akkor kidobja a cuccot, jó. Megtámadtak! Mit, megtámadott, hol vagy? Megtámadott a vízi szörny! Hol vagy, mondd a koordinátát! Jaj, hol vagyok? Minusz 1362. De megyek folyamatosan. Nem baj, akkor is. Itt vagyok. Király, oké. Gyere ide, most. Hogy mentél te el olyan nagyon gyere messzire? Gyere ide. Te visszafele mentél, de ne a középső számot írd, hogy 62. Ja, várja. Há, Istenem. Minusz 1300, minusz 1300, gyere. Jó, hát itt vagy mellettem akkor. Na, hát akkor jó. Ott van ilyen nagy spruce forest. Ott ilyen nagy spruce. Jaj, ne besötétedik, Máté, gyorsan! Alvás! Nem, meg kell találjuk egymást, Krisz! Alvás! Nem merek egyetül aludni. Állj, basz! Aludj már! Jaj, ne! Üvölcs, Máté, fagyatékos! Csak éjszaka aludhat! Ezt nem hiszem el! Aludj, Máté! 1300, meg! Méhecske! Meg fognak támadni! Már 1400-hoz gyere, a első 1400 legyen! Itt vagyok benne az erdőbe, fekszek, meg fognak ölni! Meg fognak ölni gyorsan! Meg fog támadni az a creeper! Gyorsan, gyere már! Jaj, de Máté, elhasszok! Gyár, már nem bírom sokáig!
Ja, már felébredtünk. Ha-ha, na, akkor mehetünk is gyorsan. Máté, aki előbb Mangrove Forestet talál, az a csicska király ember. Hát ez remek. Én nem akarok csicska lenni. Benga csicska király ölő ember király. Az még spruccel nem hiszem el, Igen, csak mondták, hogy a dzsungel mellett terem. Szóval nagyon rossz helyen kapizsgálunk. De mindegy, hát új hely, szóval, vagyis egy új generálás ez már. Ez már biztos. Na mindegy, srácok, megpróbálunk találni egy ilyen mangrove forestet, és akkor jelentkezünk. Swamp! A swamp mellé szokott spawnolni ilyen, béka, nem man ide, hui! Na srácok, swampot már találtunk, itt elvileg dzsungel, meg swamp mellé szokott így spawnolni ilyen mangrove forest, úgyhogy hát nagyon remélem. Igen, ott van dzsungel. Az dzsungel? Nem! Krisz! Hova mész? Láttam itt egy gilisztát, úgyhogy megfogom. Milyen giliszt? Aszta! Giliszta! Wow! Milyen giliszt? Nyami giliszta, kedvenc kajám. Van giliszta is a játék? Persze, hogy van. Krisz! Az mi a faj? Mangrove swamp! Yeah! Máté, ez milyen fajta? Ez milyen fajta fa? Ez milyen fajta fa? Ez Máté, ez milyen, milyen fa? Mi, hol? Ez milyen de, fajta de fa? Hol vagy már? Éke megint ez elszaladni 800 milliárd kilométerre? Hát láttok a fán! Láthatatlan törzsi fa van. Hallod, Máté? Láthatatlan törzsi fa. Rohadt! Láthatatlan törzsi fa. Au, ne öld már meg az ember. Máté, aki hamarabb kiszed a láthatatlan törzsi fát, az a Benga Mega. Benga Mega. Igen. Jaj, ne, tényleg, nem tudom már fölni. Láthatatlan törzsi. De ne, én nem akarom fa. Kiütni. Várj, elvileg volt. Itt lehet szedni ilyen fát. Ott van. Ez a mangrove propagule. Ez a saplingje ennek a fának, úgyhogy ebből ja, viszünk. Igen. Igen. Ja, hogy azt ki le kell szedni. Persze. Ja, én azt hittem, hogy azt kell csinálni, hogy kivágod a fát, és dob birch, vagy ilyen... Nem, azért. Ez máshogy van. Most már. Saplinget. És nem. Ezt vízbe le kell elültetni, azt hiszem, de nem vagyok benne biztos. Ez most komoly. Aha. Na, és itt van, nézd Krisz, itt ez a mangrove. Igen. Mangrove fa. Aha. És ez egy ilyen különleges, ilyen vöröses. És ez jó. Most szedtünk össze egy csomó mindent, srácok, mert 800 milliárd évig mentünk a tenger közepén. Hát ez valami nagyon hány ingerem van. Miért van hány ingerem? Mert 1000 milliárd csiliárd évig kellett jönni. Azt a Máté, és itt van valami halálosan biztos durva dolog. Aha, semmi. Ez mi ez a lötymötty? Eltűnt a lötymötty. De mi ez a lötymötty? Aj, Krisztián, hogy fogunk hazamenni? Itt van a lötymötty. Jaj, nem tudom, de már hány ingerem van. Ja, nekem is. Gyorsan. Igen, mert 1 milliárd évig csónakoztunk, srácok, hogy találjunk egy ilyen biomot. Hát ez szerintem ez a legritkább biom ever. Mert ez szerintem a legritkább biom a ever, Máté, nem? Szerintem is. Nem. Ez milyen blokk? Mangrove root. És ez mit tud? Tud ez valami jót? Ja. Akkor otthon tudunk öldetni mangrove-t. Igen. Mert akkor menjünk. Ja, menjünk is innen. De hát ja. Itt azt hiszem, hogy vannak újdonságok. És milyen újdonságok? Találkozunk. Jaj, srácok, van még az allé is. Az a kis igen, pet. Igen. És megnéztem, és azt Woodland Mansionbe, meg Outpostba lehet találni. Úgyhogy azt mi nem találunk. Igen. Aha. Woodland Mansionbe, meg Outpostba. Ja. Én olyan Woodland Mansion meg életemben nem láttam. Amúgy. Én sem láttam. Soha. Máté. Nem voltam benne. Éjszaka ott egy béka! Hülye barom, már megöltem 8 békát. Megölted. Tényleg. Na, Máté, gyorsan feküdj le, 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 gyorsan feküdj le! Jó, nyugi. De itt csak ilyen rút van? Ja, itt van a fa is. Jó van. És elvileg ebből a fából valamilyen különleges, ilyen újfajta izét tudunk ültetni. Ezek milyen halak? Mi? Azt a milyen hal? Meghalsz? Krisztián, akár, vagy amennyit csak ja, tudsz hozz ebből a mangrove izéből. Miből? Mangrove? Hát amik így lógnak le, ezek a ilyen zöld genyák. És jó, de hát most elütetsz egyet, az nő. Jó, de mi van, ha nem? Érted? És mi van, de? Hát akkor inkább hozzunk többet, mint kevesebbet. Na. Hát, szerintem. Ezen nem lehet mászni? Szerintem inkább kevesebbet hozzunk, mint többet.
Szerintem meg inkább többet hozunk, mi kevesebbet, úgyhogy csend. Új, eddig tudtam, hogy merre jöttünk, de most már nem tudom, most már fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Valahogy csak haza találunk. Mász már feljött a pancsere. Mehetünk akkor haza, Krisz? Hát itt úgy látom, hogy nincs túl sok különlegesség. Várjál, fölmegyek egy fának a tetejére. Négy darab mangrove propángáz tankom van. Az jó. Igen. Uh-huh. Nekem... Na, most 21. Már. Itt körül tudunk nézni. Úgy látom, ez nem nagyon különleges ezen kívül, hogy új blokkok vannak benne, de ugye mad blokk van benne, amit ugye tudsz craftolni is, de azért jó, hogyha van nálad. De azért jó, hogyha így inkább kiszeded, és nem craftolod földből, mert a föld az értékes, én már rájöttem. Ja. Arra én már rájöttem, hogy föld az nagyon értékes. Én is rájöttem. Na, menjünk. Na, akkor mehetünk haza, Krisz? Igen. Oh my god. Jössz már! És még haza kell mennem, hogy ezzel ebbe bele se gondoltam. Jaj, én. Ne, azt, ennyi ideig még sose nyomtam a W-t. Na jó, srácok, hazamegyünk, és akkor otthonról jelentkezünk. Máté, végre ezek ismerős vizek. Te is észrevetted? Hát ez nagyon ismerős. Repülő fenyőfa! Repülő fenyőfa! Srácok, ne tudjátok meg, hogy mennyit csónakoztunk. Jaj, nem tudom, hogy miért ilyen ritka ez a fos. Forest. Ja, és ráadásul találtunk 100 000 milliárd spruceforestet, mikor én 100 milliárd évig kerestem azt is amúgy, csak úgy mondom. Máté, na mindegy. Elképesztő dolgot találtam. Na mit? Emlékszem, amikor mondtam, hogy jó, mit találtam? Ja, és nem tudtam használni a chestet, mert állandóan ki kellett ütögetnem, szóval. Na. Semmit nem tudtam belőle használni, Máté, sajnos. Hol vagy? Itt vagyok, mert? Ugye a steakhez jöttél. Itt vagyok a steaknél. Jó, akkor gyere fel. Igen. Gyere föl. Ja, itt vagyok. Na, mutatom, mit találtam. Nem fogod elhinni, kis haver. Silk touch-os golden shovel. Azt a rohadt durva, mi? Aha, ezt tudod, miért jó? Nézd. Tudom, de azért mendinget majd még rakjunk rá. Mendinget rakunk rá, és akkor szerintem tök jó lesz. Ja, hát grass block. Ja, de mendinget nem tudunk rárakni, mert... Az csak a izénél lehet. Ez a grass blokkhoz jó. Ja. Hát, ja, mendinget tudunk rárakni végül is. Na. Hú, itt van vagyunk! Ez az! Végre ez már! Ez az, szia, végre itt véd és otthon. Hello Béla. Hello Mali. Hello nem hello, Béla. Hello Rutyi. Hello Lükepál. Hello nem Béla, mi a helyzet? Hú, édes otthon. Szia, Lükepál. Jó, mekkora kalandot tettünk. Szia, Lükepál. Jó napot kívánok. Na. Fúj. Mi? Na. Hát ő a rokonom. Na. Nem adtatok neki pucit. Én amúgy nem csináltam magamnak ármart, úgyhogy hát elég nehéz volt néha. Na mindegy. Ja, például az is nehéz az ásó a fejedbe. Au! És ha most kevés életem lett volna, akkor mi történik? Akkor meghalsz. Én ültetek egy ilyen fát, Krisz, mit szólsz? Egy ilyen mangrovét. Aha. Hát akkor ültes szerintem. Jó, szerintem is ültetek, csak még lepakolom a cuccaimat. Jó. Jaj, ne, hol vannak a TNT-k? Hol vannak a TNT-k? Ezt a TNT-t, ezt a izébe találtam, srácok. Az egyik ilyen tenger alatti genyába. Máté, nagyon rosszul vagyok. Nem bírom már sokáig. Jó van, már hisztiske. Na. Srácok, kérlek, írjátok le kommentbe, hogy bírt ki Krisz, de amúgy nem bírom ki, hogyha inkább ne írjátok le, hanem azt írjátok le, hogy Máté, ne kínozd a Kriszt. Ez fagyatékos. Na, jó van, akkor nem kínozom a Kriszt, hanem menjünk, és ültessünk el egy mangrovefát, mit szólsz? Igen, menjünk. Hova na. Ültetjük? Az egyik szigetre, nem? Igen. Csináljunk igen. Egy ilyen mangrove erdőt. Lehet mangrove erdőt szigetre, szerintem? Remélem. Akkor azt megcsináljuk mangrove erdőnek, mit szólsz? Aha, jó. Nem az a titkos szigeted? Nem. Nem akarsz véletlenül ellent mondani annak, hogy oda csináljunk bármiféle dolgokat? Ja, nem. Ez valami nagyon durva. Ja, nem, amúgy nem jöttem rá semmire a francba, pedig rá kellett volna jönnöm ebből. Azt hittem, hogy rájuk, de nem jöttem rá a francba. Jaj, ne nincs nem csontpar! Visszamegy csontparért? Na jó. Ja, most menjek vissza csontparért. Aha. Visszamegyek csontparért, viszont nézd, ott látod ott azt a fákat ott. A dzsungeleseket? Igen. Igen, na? Ott láttam múltk egy farkast, szerintem azért nagyon nagy, de ne menj. Na. Mert nehogy megtámadjon és bajod essen, tudod. Aha, hát jó. Csak így odafigyelek rád. Na jól van. Jól van, akkor jól van. Jövök haza. Na, akkor én elültetem ezt a mangrovét, és akkor megvárom a Krisztiánt. Jó. Jaj, ne. Jól van. Megfulladok? Jaj, ne, nem fulladtam. Túl
Ú, már elég sötét van, Krisztián, szerintem nem sokára kéne aludni. De milyen jó, szép ez a tenger, nem, Krisz? Aha. Szerintem is. Ja. Mi lehet itt? Na, Máté? Na, Krisztián, hol vagy? Hát itt vagyok. A, hogy hívják nál? A, jaj, letettem a ágyat véletlenül. Uh-huh. A, miért is kellett hazajönnöm? Csontparér. Ja, csontparér. Hát persze. Mit rejteget itt? Na, megyek. Oké, és 64 csontpar elég lesz? Na, viszek még 64. Nem. 128. Vagy bőven elég. Viszek 128-at. Jó, hozzá 128-at. Ja, Máté, amúgy átvertelek. Mert? Mert már rég elhoztam a csontport, mindjárt visszaérek. Na. Úgyhogy akkor... Jó, igen. Na, itt is van a sziget. És már megyek is föl. Máté. Ha? Hol vagy? Itt vagyok, a másik oldalt. De melyik másik oldalt? Hát ott a... Lementem megnézni a tengert. De hol? De hol mentél le megnézni a tengert? Oldalt. De hova mentél le megnézni a tengert? Melyik ott tengert? A másik oldalt te, hát nem igaz már. De melyik tengert? A balti tengert? Nem, hát itt a tengerkép. Ja, a mi tengerünket? Nem. Vagy de? Máté. Itt vagyok. Ah, itt egy creeper francba. Olyan furán viselkedsz te nekem. Én? Aha. Én furán. Jaj, hallom, hogy dobálsz. Itt vagyok. Hú, hát ez nagyon szép volt ez a tenger. Hú. Jaj. Hú, Máté, nem tudom. Krisztián, szerintem lehet, hogy aludni kéne, vagy valamit művelni. Igen, szerintem jaj, is. Mellé dobtam. Nem, megint mellé dobtam! Aj, nem dobtál a király enchantsásolját. Na, gyorsan aludjunk, hol vagy? Hol vagy te barom? Gyorsan nyugi. Aludjunk már! Nyugi! Hol okay. Van az őrült barom? Oké, okay, aludj! Hú, sikerült, jól van! Na, oké. Okay. Krisztián! Krisztián, gyorsan elizélem. Mi a szar ez? Jaj, ne! Teli vannak! Nem tudok sprintelni! Nem tudok sprintelni, mert éhes vagyok. Máté, dobáld őket! Szép volt, Máté? Szép. Jól van. Ez nagyon okay, durva. Oké, okay. Oké. Na, Krisz, okay. Elültetem a mangrove fát, és nézzük meg, ahogy kinő. Jó. Oké, okay, és nyomhatom rá a csontport? Igen. Asztarat! Yeah! Tudunk csinálni ide egy mangrove erdőt! És azt is, hogy 8 darab ilyen lógos fütyi van rajta. Ez az!